A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma három olyan témánk lesz, ami rendkívül fontos, illetve négy. Először is visszatekintünk a Szántóföldi Napok agrárgép sora, amelynek természetesen ebben az esztendőben is Mezőfalva adott otthont. Beszélgünk egy kicsit a nem sokára kezdődő Kaposvári Agrár- és Élettudományi Egyetem KÁN egyetemi napoknak, ami azt hiszem, hogy fontos. És természetesen szó kell, hogy essék a ketreces tartásról, illetve ha marad idő, akkor megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a vetések. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntelek. Tiszteletem minden kedves nézőnek. No, hát Mezőfalva, beszámoltunk róla már egy Agrárinfóban, de azt hiszem, hogy egy kicsit ásunk a mélyére, hiszen a hozzászólások, illetve a köszöntőkben számos olyan fontos és érdekes, én azt mondom, hogy a mezőgazdaság alapvetéseihez tartozó dolog merült fel, ami fontos. Györfi Balázs például, ugye itt fontos, hogy agrárgépsorról van szó. Egyik oldalról az új technikákat emelte ki, másik oldalról a klímaváltozás, de én azt hiszem, hogy ezek az új technikák, amelyeket Szalai László, a MEGFOSZ alelnöke is, amire felhívta a figyelmet, ezek nagyon fontosak. Rendkívül fontosak, hiszen pont ez a célja ezeknek a napoknak, tehát a NAK szántóföldi napoknak, hogy új ismereteket adjanak technológia tekintetébe a gazdálkodóknak, és rávilágítsanak olyan fontos problémakörökre, ami a magyar, vagy akár az általános agrárium előtt áll. Tehát az első, amit szerkesztő úr is említett, hogy a klímaváltozás. Ezért fókuszba helyezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a klímaváltozás és alkalmazkodó mezőgazdaság címmel tanösvényt is nyitott, hogy lássuk azt, hogy hogyan lehet a klímaváltozáshoz fajtákon keresztül, technológiákon keresztül valamelyest is alkalmazkodni. Emellett persze nem lehetett értelemszerűen külön erre nyitni témaköröket, de a szakmai szintér nevezetű NAK területen igazából már lehetett látni azokat a kísérleteket, azokat a megnyugtató jövőbeli megoldásokat, amellyel ezt a gabonatúlsúlyt, növénytermesztési gabonatúlsúlyt itt a ukrán gabona árnyékába, hát valamelyest is enyhíteni kell. Tehát nem véletlen volt a gyógynövényeknek a bemutatótere, különféle gyümölcsfajtáknak a bemutatótere, és az elkövetkező időben is értelemszerűen a kormányzatnak is és a NAK-nak is nagyon fontos szerepe lesz abba, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt az arányokat, ami hát egyelőre hát akár az öntözéses technológia révén, akár pedig más tekintetben, akár az állattenyésztés kertészeti kultúrákat figyelembe véve a tőkeintenzív ágazatok háttérbe sorolódását jelentette, és ezáltal az élelmiszergazdaságunk és feldolgozó iparunk stagnálását, amit a jövőben hát nyilvánvaló lényegesen kell változtatni, hiszen ez kormányzati cél is. Tehát összességében ugye rávilágít a NAK agrárgép show mindazokra a problémakörökre is, stratégiai elképzelésekre is, ami elodázhatatlan a magyar agrárium vonatkozásába, és hát ebbe azért kiemelt szerepe van az öntözésnek, és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak, és annak a struktúraváltásnak, ami a gabona túlsúlyt valamelyest is enyhíti. Ugye kiemelt figyelem kísérte a talajvédelmet, mert azt hiszem, hogy természetesen ez összekapcsolódik az új struktúrával, illetve az öntözés technológia változásaival, de ez kiemelten fontos.
Ez azért is kiemelten fontos, hiszen ahogy már többször említettem, a magyar gazda zöld gazda. A magyar gazda nem csak önmagának, hanem unokáin túl is sok-sok nemzedéknek akarja megőrizni a földet és annak termőképességét. Ezért a talajszelvény, amit Magyarországon először mi mutattunk be síkba és térbe olyan értelemben, hogy benne a művelő eszközök is belehúzva, hogy hogyan mozdítják meg a talaj szerkezetét, bizony minden évben mutatja azokat a lehetőségeket, változásokat, amely a talaj művelést és nem talaj műveletlenséget, hogy ilyen sajátos módon fogalmazzak, megmutatja a gazdálkodónak, hogy hogyan kell megőrizni a talaj szerkezetét, sőt, mit több javítani. Ezáltal a nagyobb csapadékok vízbefogadó képességének a növelésével a vizet megtartani, és hát a növények számára olyan kedvező, sajátos mikroflórát és biodiverzitást fenntartani a talajba, amely biztosítja a talaj élet sokszínűségét és bőséges tápanyag feltáródását pont a növény és a termés átlagok javára. Jakab István, a MAGOSZ elnöke egy kicsit azt mondom, hogy fajsúlyosabban fogalmazott ugyan, de ő azt mondta, hogy a hazai mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása az új Európai Uniós jogszabályoknak való megfelelés. Igen, hát azt láttuk, és itt is már az előkészület során is ebbe a műsorba nagyon sokszor szóba került, hogy a KAP reform, vagy az új KAP lényegesen megváltozott, és egész sajátságos módon kell majd megfelelni olyan előírásoknak, ami annak idején a zöldítés volt, most pedig értelemszerűen az AUP néven ismeretes, és mindenki saját maga vállalta azokat a környezetvédelmi szempontokat, amit be kell tartani. Óriási különbség az, hogy amennyiben ez nem kerül betartásra, akkor nem az ez irányú támogatás részbeni visszavonására kerül sor, hanem az egésznek a megvonására. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki figyelje, hogy mit vállalt az AÖB-be, mert bizony, amennyiben ezt nem tartja be, akkor megvonásra kerül ez a támogatási forma, és akár tetszik, akár nem, 4-5 naponta a fejünk fölött a műhold kegyetlenül fényképez, úgyhogy mindent, ha csak nem folyamatosan felhős az idő a műholdnak, bizony nyomon követi a legkisebb változásokat is szinte a növény és növénykultúrába, de hát nem beszélve arról, hogyha valamit nem vetünk el, vagy idő előtt lehozunk a tábláról, ezt egészen biztosan, hogy azonnal észleli. Ez annál is inkább fontos, hiszen elhangzott, hogy az egy hektárra jutó hozzáadott érték 2010 és 2013 között 77%-kal emelkedett. Tehát nyilván ezt tartani kéne, vagy továbbfejleszteni, és ilyen értelemben, tehát azokat az eljárási módokat, amelyeket az Unió meghatároz, be kell tartani. Igen, értelemszerű, hogy sajátos összevetés ez, amikor azt mondjuk, hogy Hollandiába, Dániába, meg egyéb helyeken ugye egy hektárra mennyi árbevétel esik, és ez még többszöröse is tud lenni a magyarországinak. Igen ám, csak hát ott azért a környezetvédelmi tudatosság, ha meg is van, de az ebéli cselekvés messze elmarad a hazaitól, hát ugye ezt a számok bizonyítják, amiket már itt taglaltunk, akár növényvédőszer, akár műtrágya, akár más felhasználás tekintetében. Tehát ez az eredmény azért nagyon fontos, és azért mutat sok mindent, mert ezt környezetvédelmi szempontból is elfogadható módon oldotta meg a magyar agrárium, és növekedett ilyen tekintetben. Tehát sikeres volt az agrárgépsó, szántóföldi napok ismét, és hát nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy jön egy újabb olyan konferencia, ami meghatározó, ebben az esetben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza rendezi meg ismét a úgynevezett KÁN egyetemi napokat, ami
tenyészállat kiállítás, szakmai találkozók, de ez rendkívüli kihívás megint csak a szakembereknek. Igen, mert a Magyar Állattenyésztők Szövetsége stratégiai kapcsolatban van nyilvánvaló az Agrárminisztériummal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, így a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel is. Ennek egy nagyon-nagyon szép és eklatáns példája, hogy most már tavaly is és idén is a harmadik állattenyésztési napot, amit tudjuk jó, hogy a parlament ellenszavazat nélkül fogadott el 4 éve, gyakorlatilag Kaposvárot rendezzük, és a harmadik állattenyésztési nap a nyitónapnak az eseményeibe fog beleilleszkedni. Tehát 29, 30 és 1-én vannak a Kaposvár áttenyésztési és egyetemi napok, amelynek az első napja a Magyar Állattenyésztők napjáról is szólni fog, ugye a kiállítással egybekötve, és hát nyilvánvalóan az összes rendezvény, amit most nem kívánnék felsorolni, szolgálja egyrészt az állattenyésztés népszerűsítését, másrészt pedig az egyetemi oktatás ebéli helyzetét. Ez azért is fontos, mert az állattenyésztés jelenlegi helyzetével, annak gazdasági, környezeti, társadalmi jelentőségével, akár az előbb említett ukrán gabona árnyékába, a fejlesztésének fontosságával meg kell ismertetni a társadalmat. Meg kell ismertetni a döntéshozók egy részét is, és erre nagyon-nagyon jó az, hogy a Dunántúl egyik legnagyobb vásárát, állattenyésztési bemutatóját tudjuk tartani. Miért is? Mert ugye tavasszal ott van hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely a sóbírálatok és a nagyobb mennyiségű állat megjelenésének a színtere. Kaposvár inkább a kiemelkedő képességű állatoknak a megjelenésének a színtere. Tehát egy-egy fajnak olyan egyedei, amit számottevően tudja példázni annak a fajnak a fontosságát és a teljesítménybeli képességét. Tehát meg fog jelenni több 100 000 liter tejtermelést eddig adó tehén is. Nyilvánvaló ezek közül is a legszebb példányok. Nos, gondoljuk csak el, hogy milyen nagy követelmény van egy ilyen jószággal szembe. Nem elég az, hogy túl van már 5-6 ellésen, és hatalmas mennyiségű tejet adott, még látványosnak is kell lenni. Mert értelemszerűen, hogyha nem látványos, akkor azt fogja mondani a ott kiállítás látogató, hogy hát minek hozták ezt a akármilyen megjegyzéssel levő tehenet ide, pedig ugye az akkor már 4 kamionnyi tejet termelt élete során, ugye, hogyha 100 000 literről van szó, és több borjúnak adott életet. Tehát akár juhók, akár más vonatkozásában, és különösen a fókuszban hidegvérű lovak továbbra is megmaradnak, nagyon-nagyon szépen tud a látogató tájékozódni az állattenyésztés, a felelős állattartás és a haszonállat előállítás kérdéskörébe. És bizony a megnyitót követően lesz egy szakmai konferencia, ami nyitott lesz, bárki oda tud menni az úgynevezett Mate udvarba, tehát a Agrár és Élettudományi Egyetem udvarába, ott a kiállításon belül, ahol miniszter úr tart előadást, a Magyar Állattenyésztés kormányzati, fejlesztésének kormányzati lehetőségeiről, ezt követően a Magyar Állattenyésztőszövetsége ügyvezetője, dr. Wagenhofer Zsombor, a állattenyésztés paradigmaváltásáról és a haszonállat előállítás jelenlegi helyzetéről, és utána egy kerekasztal beszélgetés lesz miniszter úr részvételével is, és a szakma kiemelkedő szereplőinek részvételével az állattenyésztés kérdésköréről. Nem akarok minden egyes momentumot itt elsorolni. Érdemes szeptember 29-én Kaposvárra ellátogatni, vagy 30-án, 1-én, kinek
a idejébe hogy fér bele, akár családostól is, mert rengeteg látnivaló lesz az állattenyésztés és a hazai agrárfelsőoktatás vonatkozásába, és hát itt azért meg kell jegyezni, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ahogymond a tervezet ellenére, mert 30-ra tervezték, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerülnek, ez idén sikerült, és hát ezúton is gratulálunk nekik, és hát további jó munkát kívánunk, és hát mi pedig tovább folytatjuk azt a szoros stratégiai együttműködést, ami mindkét szervezet hasznára van. Kettős ünnep egyik oldalról az egyetem, másik oldalról ugye Szent Mihály napja rendkívül fontos az állattenyésztők. Abszolút, ezért lett az állattenyésztők napja. Viszont a kettőtes tartás technológiáról is kell, hogy beszéljünk, hiszen ez az zárt rendszer, amelyet az Unió meghatározott immáron 2012-ben, változásokra szorul nyilvánvaló, és úgy tudjuk, hogy sikerült valamelyest eredményt elérni. Igen, hát évekkel ezelőtt a NAK, a Nemzeti Agrár Gazdaság gyakorlatilag egyik elemét, a ketreces tartást vette górcső alá, és amikor az Unió kijelentette azt, hogy meg kell változtatni a ketreceket, le kell váltani, akkor ennek alávetette magát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Állattenyésztő Társadalom is. Majd pedig jöttek a zöld lobbik, és kijelentették, és el is érték, hogy 25-be teljesen meg kell a ketreces tartást szüntetni, és ezt ne úgy gondoljuk, hogy csak a tojótyúkokra vonatkozik, hanem ugye a batériás állattartás, sertéstartás, kocatartás, hogy ne soroljam a sertéstartás minden elemét e tekintetben. De és minden más állatfajnál is, ahol ketreces tartások vannak, ezt ennek a megszüntetését tervezték. És akkor kezdett el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erőteljes lobby tevékenységet abba, hogy jó, de semmiféle hatástanulmány nincs ennek a következményeiről. Tehát van egy szervezet, amelyik úgy érzi, véli, inkább emocionális érzelmek alapján, hogy a ketreces tartást be kell szüntetni, de nézzük meg ennek a gyakorlati dolgait. Ebbe a Kopaka-Dzséka, ugye az Európai Farmerek és Szövetkezőknek az Európai Szövetsége, amelynek tagja a Magyar Agrárgazdasági Kamara is, gyakorlatilag azt mondta, hogy rendben van, a mi kérésünkre megbízza az akit, az Agrárkutatóintézetet, hogy végezzen egy hatástanulmányt, de kizárólag az ő úgynevezett KAPRI programja, metodikája szerint, mert ezzel tud tovább menni az Európai Bizottsághoz. Ezt végül is az első siker az volt, hogy Magyarországon az egyik legértőbb szervezetet, az Agrárkutatóintézetet bízták meg ennek az anyagnak az elkészítése. Ez az anyag el is készült, be lett adva a Kopaka-Dzsékához, a Kopaka-Dzséka átvizsgálta és benyújtotta a bizottságnak, az Európai Agrár Bizottságnak, amely az elmúlt hetekben elfogadta azt. És megértve ennek a tanulmánynak a mondani valóját 35-re tolta ki a ketreces tartás megszüntetésének a határidejét. Hát eddig azért még van egy pár évünk, hogy egyrészt más tanulmányokat is tudjunk tenni, de hát legyünk tárgyalagosak, 35-ig akár ezek a ketrecek már nem csak elavulnak, hanem tönkre is mennek, tehát nem éri olyan kár a gazdákat, amivel egyszer rábírtuk egy újféle ketreces technológia bevezetésére,
költségelemeibe, és később pedig ennek a beszüntetését jeleztük volna feléjük. Ez az eurokonform ketrecekre vonatkozik? Igen, ez a jelenleg már tágabb, de igen. Nagyobb életteret biztosít. Így van, mert ezt megvalósította a magyarországi állattenyésztés társadalom, állattenyésztői társadalom, és elfogadta, és bevezette. Most ezeket kellett volna végleg kivonni 25-tel a forgalomból. Ez egy óriási siker az agrárgazdasági kamarának is, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, és természetesen akinak is, tehát Agrárkutató Intézetnek is. Köszönet nekik, és ez mutatja azt az együttműködési készséget és benne rejlő lehetőségeket, hogy mi ugye tagja vagyunk a Kopoka GK-nak, a felkérésünk vagy lobbizásunk alapján ugye megkapta a kutatóintézet, nagyon jó anyagot készített, és lám 10 évre el van halasztva a ketreces tartás megszüntetésének kötelezettsége. Nyilván megoldást kell keresni a természetesen, de van 12 évünk. Így van. Tehát egy tucat, és ez nem tucat év lesz, bizonyos vagyok benne. Így van. Mint ahogy nem tucat év volt az idei sem, én azt gondolom, hogy a vetéseket, ha körülnéz itt Fejér megyében, a Mezőföld szívében valaki, akkor jó látványt nyújtanak a vetések. Függetlenül attól, hogy egy időben meglehetősen rendszertelenül nem esett az eső, aztán megjött a csapadék, de talán egy kicsit sok, viszont volt napsütés elegendő. Hogy állnak a vetéseink? Csapadék tekintetében azt kell mondanom, hogy soha rosszabb évet, a maga hektikusságával, a maga időnkénti túlzónak tartó, vagy kevesebbnek tartó részébe, ez sem mindig, legalább ennyi eső, de még egy kicsivel több is eshet nyilván, mert még mindig azért az altalaga nem ért össze a talajvíz és a felső átnedvesedett réteg, tehát még mindig van száraz talajréteg közötte. Elkezdődött a megyébe az árpa aratása, de hát egészen biztos vagyok benne, hogy szerkesztő úr ilyenkor mindig útra kél és megnézi az aratást a gyakorlatba is, ott majd mondják úgyis az agronómusok. Az a tapasztalás, hogy érdekes módon a termés átlagok azok ugye szépek, tehát szórnak a 6 tonnától a 8-8,5 tonnáig, de több helyen érdekes módon nincs meg a hektoliter súly. Tehát vagy nagyon-nagyon a határon táncol. Még nem lehet igazából meghatározni, hogy ez csak egyedi jelenség, vagy valamiféle ilyen általános ok van mögötte. Tehát a felső részek sajnos a búzánál is itt a óriási elmúlt napok hősége, és inkább UV vagy infra, nem is tudom meteorológiai, hogy melyik volt a több, megpörkölődtek, de hát ezt otthon a kertben is tapasztalja az ember a gyümölcsöknél, saját magam is egres bokorná szó szerint megégtek a felső hámrétegek a gyümölcsné, nem megérett, hanem megégett, és az egyik oldala ugye más színű lett, és nem az érés miatt, hanem tehát a napsugárzás miatt. Hirtelen jött a forróság, viszont ez most az elmúlt időszakban némiképpen enyhült, tehát változékony az időjárás, tehát ez már gondot a vetéseknek nem okozhat, a közeljövőben legalábbis. Hiszen rövidesen megkezdődik, ahogy említette, az abaratása és a többi, aztán jöhet a búza. Jöhet a búza, jöhet nyilvánvalóan van borsó, jöhet a repce, tehát igazából minden nyári betakarítású, kalászos, és hát nem kalászosnak a nyári betakarítása pillanatokon belül megkezdődik. Ugye az ország különféle részén, különféle időpontokban, őket már olyan nagy tragédia nem éri, legfeljebb a borsót tudja egy nagy zápor beleverni, úgymond a földbe, és akkor nehezebb összeszedni a kombájnak. De hát minden történt már az életben, tehát akkor is be fogják takarítani a borsát, azon a borsót azon a helyen, ahol ilyen van. És hát bizakodók vagyunk a tekintetben, hogy az aratókat nem
hát megtörve, de azért kapunk csapadékot, mert a kukoricának és napraforgónak, tehát az őszi betakarítási növényeknek, a ciroktól kezdve, most ne soroljak mindent, azért még nagyon fontos az, hogy ebbe a nyári rekkenő hőségbe kapjon csapadékot, és hát nem a nyaralók ellen, de ez az igazi tűző napsütés időnként kicsit felhősebb is legyen, hogy süt is a nap, meg el is bújik, mert igazán a növényeknek a magas UV-sugárzás miatt ez lenne a legfontosabb, egy picit úgymond felhő árnyékba is kerüljenek. Így van, ha valaki megtekinti az időképet, nem lesz ok a panaszra a következő időszakban. Tehát bízzunk benne. Én köszönöm szépen, kedves Zászlós Tibor, hogy megtisztelt bennünket. Én köszönöm a meghívást. Ezek fontos előrelépések mindenféle értelemben a magyar mezőgazdaságban, hiszen erre nekünk szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.